diáktársaim. Biztosan emlékszünk még a napra, mikor először találkoztunk. Talán a legtöbb részletre, talán csak egy-két dologra. Pár éve beültünk egy osztályterembe, ahová az új osztályfőnökünk vezetett minket, és mindenki, kicsit tartva az ismeretlentől, helyet keresett magának. Volt, aki egyedül, senkit sem ismerve érkezett, a szerencsésebbek viszont egymást bátorítva, csapatban váltak egy új közösség tagjává. Az első napokban csendesek voltunk, kissé visszahúzódóak, aztán lassan megtanultuk egymás nevét. Egyre hangosabbak és felszabadultabbak lettünk. Sulibulikra jártunk, szünetekben pingpongoztunk, és napvégén gyakran a Mekiben kötöttünk ki. A gólyabál, az osztály kirándulások, a közös programok az évek során összehoztak minket, összeszoktunk, barátok lettünk. Osztálytársaim biztosan emlékeznek, mikor Andi néni legelső évben azzal ijeszgetett minket, nyakunkon az érettségi. Akkor csak nevettünk rajta, most már tudjuk, hogy igaza volt. Nagyon gyorsan elszaladtak az évek, sok minden történt velünk, jók és rosszak egyaránt. Van, amit elfelejtünk, de a lényeg örökké megmarad. Ha majd sok-sok év múlva találkozunk, felidézhetünk mindent, ami valaha fontos volt, mert azokat nem feledjük soha. Az utolsó év már máshogy kezdődött, mint a korábbiak. Nem kellett félnünk az ismeretlentől, nem voltunk idegenek. Ma már jól ismerjük egymást. Ismerjük a termeket, az iskola minden zegzugát. Már nem tévedünk el a folyosókon. Végül pedig rájöhettünk a lényegre. Hogy itt találtunk egymásra. Hogy itt olyan barátokat szerezhettünk, és olyan élményekben lehetett részünk, melyeket nem feledünk soha. Ha nem kerültünk volna össze, és ha nem megyünk keresztül ennyi dolgon együtt, most talán nem állnánk készen az életre, most nem lenne ennyi barátunk, és elsétálnánk egymás mellett az utcán, nem tudván milyen nagyszerű társa lehetnénk egymásban. Ezért a 12. évfolyam nevében köszönöm tanárainknak, szüleinknek és mindenkinek az iskolában a segítséget, a támogatást, amit az évek során kaptunk. Én pedig köszönöm nektek 12. évfolyam, hogy ennyi barátra találtam. Köszönöm az együtt töltött éveket. Szabó Pál versével búcsúzom tőletek, eddig csak álmodtunk, terveztünk még, most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll.